Zsolt, Bolyai részlet. Hölgyeim és uraim, Bolyai Jánosról, a 19. században élt magyar tudósról, a nem euklideszi matematika megalkotójáról szeretnék önöknek mesélni. Zseni volt, legalább akkora, mint Einstein. Csak hogy ő nem kapott Nobel-díjat, és egyetlen fénykép felvétel nem maradt róla. De nem azért, mert akkoriban nem volt sem Nobel-díj, sem fényképező. Nyomorúságos körülmények között halt meg, teljesen ismeretlenül. Az Einsteinnal való párhuzam mégis indokolt, ugyanis Bolyai felfedezése nélkül sem térgörbületről, sem az idő viszonylagos természetéről nem beszélhetünk. Másrészt ő is hitte, hogy a világot alakító erőket egyetlen képletbe belefoglalni. Akkor határoztam el, hogy megírom az életét, amikor abban az erdélyi városban, ahol élek, a város nevezetes könyvtárában, az egyik hátsó teremben megpillantottam hátrahagyott feljegyzéseit két hatalmas, legalább 2 méter magas papírlapokból emelt toronyba gyűjtve. A könyvtárosok befejezték a fénymásolást, az eredeti papírlapokat már elpakolták, és arra készültek, hogy a másolatokat is átszállítsák alkalmasabb helyre. És akkor egyszer csak az egyik papíroszlop dőlni kezdett, elindult, ráborult a másikra, hogy aztán mindketten bezuhanjanak az asztalok közti szakadékba. A több mint 10 000 papírlap szétszóródott, és mi, a megszeppent könyvtáros lány meg én, ott álltunk, moccani sem merve, ennek a lenyűgöző havazásnak az epicentrumában. Egyébként Bolyai volt az is, aki elsőként megfogalmazta, hogy a térben lévő testek meghatározzák a tér alakját. Túl voltam már a sokadik fogalmazványon, de nemhogy javult volna, ellenkezőleg egyre fellengzősebb és hazugabb lett. Nem akartam megírni Bolyai életét. A már tervezés, úgy terveztem, 5 éves ösztöndíjamat azzal hálálom meg, hogy nekiveselkedem és régiolvasom a magammal hozott digitalizált kéziratokat, a 2 méteres tornyokat. Az ilyesmi végül is része az írói munkának. Azt sem értem, miért hallgattam el Marosvásárhely nevét, ahol a feljegyzések találhatók. A város, ahol élek. Fellengzős hánya veti ráadásul, amióta 4 éve Évához költöztem, nem fedi a valóságot. A fennhéjázó hölgyeim és uraimat kihúzom, továbbá árnyalnom kell azt az ostobaságot, hogy Bolyai nélkül nem beszélhetnénk sem térgörbületről, sem az idő viszonylagosságáról. Egyébként az valószínűleg igaz, hogy ő fogalmazta meg a világon elsőként a térben lévő testek és a tér alakjának kölcsönhatását. Itt viszont az egyébként tudálékossága csorbítja a mondandó hitelét. Akárcsak az a 2 méteres torony. 1,5 méter hihetőbb. Bár ma is emlékszem, mennyire lenyűgözött a méretük. Akár csak a könyvtáros lány melle. Delejesen igéző volt, vékony lány hatalmas mellel és zöld hajjal, folyton merevedésem támadt, valahányszor beültem az olvasóterembe, és ő volt szolgálatban.